Vezényszóra kezdte a 130 kg-os kőgolyó megemelését a versenyző, kisebb fogáskeresés után sikerült átejteni a rút felett. A hétvégén az ESI sportcsarnok adott otthont a nemzetközi erős emberek versenyének. A megmérettetést sokan tekintették meg a helyszínen. Február 24-én volt olyan versenyző is, aki a közelmúltban került kapcsolatba ezzel a sportággal. Social media felületen láttam, 22-ben volt Zalaegerszegen egy verseny, ami tehetségkutató versenynek volt igazából meghirdetve, és én úgy is jelentkeztem, tehát nem is volt párom, ugye az is páros verseny volt, nem volt párom, hanem tulajdonképpen csak hoztam magammal ruhát akkor a verseny végén, hogy majd megpróbálom az eszközöket megemelni, és valamiért egyik csapat társa nem jött oda, tehát ugye két fő csapatok voltak, egyik csapattársat nem jött, és akkor oda beugrottam tulajdonképpen az ő helyére, és akkor így spontán negyed órával a verseny előtt, hogy akkor itt a tessék, itt a póló, és akkor vett fel, és akkor ezzel a csapattal, ugye a csapatba itt kerültem, és akkor ennyi volt. Igazából, hogy hirtelen annyi időm volt bemelegíteni, amíg az első 6 vagy 7 csapat volt. Összesen az első 6 csapat lement, igen. Megcsinálták, ott a golyóval kezdtük, ezt nagyon megmaradt, tehát ez bevisődött a fejembe, és akkor tulajdonképpen az a 6 perc vagy 10 perc alatt bemelegítés, és akkor mindent bele. Traktorgumi forgatás is a versenyszámok között szerepelt, a megbillettetésen a doppingmentes sportoláson kívül külön hangsúlyt kapott az egymás iránti tisztelet és a közös szurkolás, mondta a szervező ifjabb Fekete László. Milyen kölyö, mint a nagy família. Tehát nem az, hogy valaki anyázza, meg káromkodik, meg nehogy már főtett dogolyót, mert akkor én vagyok a harmadik, mert akkor nem, hanem itt azért mindenki szurkol mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ettől szép ez a dolog, hogy van egy olyan összetartó dolog, amit én meg tudtam oldani, hogy én nálam az a legfontosabb, ugye, hogy összetartunk, és mindenki segít mindenkinek. Én azt nem tűröm el, hogyha valaki egymás háta mögött olyan véleményt formál, hogyha valaki kifikázza ugye az ellenfelét, hogyha valaki bántja, én ezt egyáltalán nem tűröm el, mert ez nem sportember, ez méltó. Látványos és izgalmas erőpróba a kamionhúzás is helyet kapott a verseny napirendjén. A nemzetközi erős emberek versenyéről bővebb összefoglaló tekinthető meg a lelátóban. A sportmagazin kedden a híradó után kezdődik.